Sziasztok, Sasdani vagyok. Ha levest vagy főzeléket szeretnénk sűríteni, arra számtalan variáció van. Mutatok most nektek négyet. Az egyik leggyakoribb és legismertebb sűrítési eljárás az a rántás. Ez a liszt és az olaj kombinációja. Pirítjuk olajon a lisztet, attól függően, hogy mennyi lisztet használunk, vékony, illetve vastag rántásról beszélhetünk. A habarás, amikor a lisztet nem olajjal keverjük ki, hanem tejföllel, ezt jellemzően főzelékeknél tesszük meg, jóval ízesebb, intenzívebb az íze, mint a rántásnak. Szintén nagyon gyakori sűrítési eljárás, én is nagyon szeretem, amikor a zöldséget egy főzelék esetében önmagával sűrítjük be, például egy zöldborsó főzeléknél egy részét kivéve, leturmixolva, majd visszakeverve a főzelékbe, egy nagyon kellemes krémes állagot érhetünk el. A negyedik sűrítési eljárás a burgonyával történő sűrítés. A benne lévő magas keményítő tartalom miatt alkalmas arra, hogy egy leves vagy egy főzelék sokkal krémesebb legyen. Az előre megfőzött burgonyát a főzőlével összeturmixolom, és ezzel sűrítem be az ételt.